Kőműves, ács, bádogos és villanyszerelő, ezek a szakemberek hiányoznak leginkább a hazai építőiparból. Az év második felétől érezhető lehet a hiányuk, a kivitelezők ugyanis azzal számolnak, hogy idén akár 4000-rel több lakóház épülhet fel, mint tavaly. Társasház épül Nyíregyházán. A beruházó cég ügyvezetője azt tapasztalja, hogy egyre kevesebb a jó szakember Magyarországon. Attól tartanak, hogy az év második felétől bár fellendület az építőipar, mégsem lesz elég szakember, aki részt vegyen a kivitelezésekben. A jól képzett dolgozók egy része ugyanis a válság idején inkább külföldön vállalt munkát, gyakran nem is a korábbi szakmájukban. Zsatku László ügyvezető szerint nem biztos, hogy vissza lehet őket csábítani. Még akkor sem, ha a megnyíló brüsszeli forrásoknak és a csoknak köszönhetően 2016 második felében már itthon is több lesz az építkezés. Ha ezek megjelennek a piacon, mondjuk az év második felében, akkor már elképzelhető, hogy nehézségekkel találjuk majd szembe magunkat. Alátámasztja ezt az is, hogy tudjuk régebbi kollégáinkról, akik esetleg külföldön dolgoznak, hogy nem igazán kívánnak a közeljövőben visszatérni, még azon az áron sem, hogy nem biztos, hogy feltétlenül a szakmájukban helyezkedtek el külföldön, hanem például szalagmunkát végeznek. Koi László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke televíziónak adott telefonos interjújában azt mondta, országos szinten a tavalyhoz képest idén 3500-4000-rel több új lakóingatlan építésére számítanak. Most, amikor 40%-kal kisebb a rendelés állománya az építőiparnak, mint egy évvel ezelőtt volt, akár nyugodtak is lehetnénk, de abban a pillanatban, amikor a piac élénkül, nyilvánvalóvá válik, hogy minden építőipari alapszakma hiányszakma ma Magyarországon, és az ország minden részén, így van ez Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén is. Az EVOS szerint a kiszámítható beruházási környezet és a folyamatos munkalehetőség segítene itthon tartani a szakembereket. Vég József, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi építészkamara elnöke a vendégem. Jó estét kívánok, köszöntöm. Mi a helyzet nálunk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében? Hogyan alakul az építési kedv? Mennyire képeződik le az, amit itt a bejátszásban hallottunk? Itt ugye elég nagy fellendülést várnak, különösen lakóház, lakóingatlan építése területén. A tervezőasztaltól, az építészektől, a tervezőktől mi látszik? Az én látó köröm ugye az építészkamarából eredően a tervezők, műszaki ellenőröket is jegyez persze ez a kamara. Tehát ebben a világban vannak az alapinformációim, de azért azt mondják, hogy a tervező-építészek világa egyfajta indikátora mindennek, ami ezt követően történik. Úgyhogy ebből az alapgondolatból kiindulva, így visszatekintek az év elején tulajdonképpen a részben az egyszerűsített bejelentési eljárás, tehát az építési engedélyeket kiváltó egyszerűsített forma az új lakások építése kapcsán, illetve a CSOK, azaz a családi otthon teremtési kedvezmény. Ez felforgatta a kedélyeket is, meg az emberek ambícióit is, azt gondolom. Tehát az év eleje ilyen szempontból dinamikusan indult, és hát egy aktív tervezőként, nem csak kamarai elnökként a napi élet szintjén éltem meg az érkező telefonokat. Leginkább családi, tehát itt nyíregyházi szemmel és itteni élet tapasztalattal bírva, inkább a családi házak világát éreztük pezsgőbbnek, és szinte nem telt el, és talán a mai napig is tart ez a folyamat, valamivel kicsit megszelidülve és egy picit szerintem óvatosabban, vagy talán szembesülve és jobban értve az egész helyzetet. Itt az emberek nyilván inkább meggondolják, hogy mibe és meddig is ér a takaró, de azért ez az első negyed évnek mindenképp pezsgést adott, és hát folytatódik is ez valamilyen formában. Mi a helyzet a társasházi lakásokkal és abból a bizonyos 3500-4000 várt plusz építésből? Mennyi az, ami itt vidéken és Szabolcs megyében izgalmas dolgokat olvas az ember, ha bizonyos statisztikákat azért az internetre föl lehet menni, vagy ilyen fajta forrásokat találni. A statisztikák szerint a lakásépítésekben a kiadott engedélyek közül minden harmadik budapesti helyszínre születik, vagy ott fog megépülni. Ezt követően a megyei jogú városoknál, tehát az urbanizáltabb térségekben van talán inkább keletje, nem csak a családi házaknak, hanem a társas házaknak is. A mi saját lakókörnyezetünk, vagy életterünkben inkább azt mondom, ahogy az előbb is mondtam, inkább a családi házaknál látom a mozgásokat. Azok a cégek, akik
akik egyébként a társasház építésnek a húzó erejét jelentették akár Nyíregyházán, azoknak jelentős része, tehát évekig szinte nem volt a tervezőirodáknak társasház tervezési feladata. Most éledeznek dolgok, ezeket én leginkább abban látom, hogy egyre több lebontott régi ház helyén, mintha készülődnének a következő stációra, vagy a városi tervtanács szintjén egyre többször lakás, lakófunkció, kisebb társasházak is megjelennek, de ez még nem az igazi boom szerintem, úgyhogy arra még mindig várni kell. Mennyire rajzolta át itt az építőipari cégek térképét és helyzetét az elmúlt évek válságos helyzete? A tervezők világában a tavaly előtti év már egy, sőt azt gondolom, hogy mindenkinek már egy jó évnek minősült. Azt megelőzően a gazdasági válság, ami 2008-9 körül kezdődött, az egy olyan 3 éven át érezhetően folyamatosan lefelé tendáló árbevételt és elfogyó nyereséget vagy eredményességet jelentett. Ez a tavalyi évben azt gondolom, hogy már minden ebbe a műfajba dolgozó tervező, kivitelező cégnek, aki akart egyáltalán dolgozni, meg akarta találni a helyét a piacon, annak ez már munkát jelentett, és talán eredményes évet is. Én azt gondolom, hogy ettől függetlenül a szakma meggyengült az elmúlt években. Tehát, nagyon sok cég meg is szűnt. Nagyon sok cég megszűnt, vagy saját, tehát részben saját döntés alapján is megszűnhet egy cég működése, vagy felszámolás útján jut erre a sorsra. És egyébként itt előttem néhány ilyen átnézett papírból, egy érdekes kifejezést fogok mondani, cég fluktuációs index, most tanulom én is egy napja, hogy ki tudja mit mondani a Kölcsei Televízió nézői számára. Ez egy olyan index, ami szembeállítja az aktív cégek létszámát, ami 1000-2000 céget jelenthet mondjuk megyénként, azzal a megszűnő, alakuló vagy felszámolásra kerülő cég létszámmal és egy hányadost képez, és ebből ilyen 10-20%-ok jönnek ki megyénként. Hát büszkén vagy nem büszkén, nem is tudom, hogy melyik oldala ennek érdekesen. Minden esetre Budapest, Heves-megye és Szabolcs-Szatmár jelenti az országos toplista első 3 helyezettjét. Tehát mindenképp azt jelzi, hogy nagyon nagy a mozgás a cégek alakulása, megszűnése világában. És mi a helyzet a szakember hiánnyal itt a megyében? Valaha azt hittük, hogy ez a keleti térség végeláthatatlan tartalékokkal bír, és mi aztán nyugaton, keleten, meg ahol én Hajdanán a Szabolcs-megyei AEV iskolájából kerültem a modern világba, és akkoriban még úgy éreztük, hogy végeláthatatlan tartalékokkal bírunk. Ezt a napi élet állandóan és folyamatosan cáfolja, tehát ha valaki egy iparost akar csak egyszerűen az otthoni dolgaihoz szerezni, hát igen, hosszasan kell telefonálgatni a kereskedőt, és nem biztos, nem mindegy, hogy milyen áron tud aztán mégis egyáltalán mestert találni, de nem régen egy megyei állás hirdető oldalra tévedtem, nem kerestem ilyesmit, de konkrétan aktuálisan Nyíregyházán azonnali belépéssel 8-10 kőműves álláshirdetést olvastam például, tehát ezek olyan üzenetek, amiből látjuk, hogy vagy az ország nyugati felén, vagy még inkább Európa nyugati felén tartózkodnak, vagy élnek, vagy próbálnak megoldást találni nagyon sokan az elmúlt évek válság idejéből arra a helyzetre, ami vagy egy deviza hitelnek a kezelése, vagy egyáltalán az alacsony munkaellátottság miatt probléma volt. Azért azt gondolom, hogy maga a szakember hiány az jóval régebbről gyökerezik, nem csak az építőipar válságából. Itt azért a szakmunkának a megbecsültsége évtizedeken keresztül azért lehetett látni, hogy ez nagyjából ide fog vezetni, de ez egy másik műsornak lehetne a témája. Az építészkamara mi az, amit tenni tud egy ilyen helyzetben egyáltalán? Mi a szerepe a kamarának? A kamara elsősorban és napi szinten most éppen az új lakások bejelentési eljárásával, vagy ennek a szabályozásával összefüggő ügyekkel foglalkozik, országos szinten egyébként. Itt január-februárban azt gondoltuk, és még ebbe a Kölcsei is körbe is volt már szerencsém beszélgetni erről,
hogy még azt is helyre kellett tenni, hogy egyáltalán kell még terv, kell még egyáltalán valami, vagy írok egy levelet és elkezdek építkezni. Hát az nem így van egészen. Egyre szigorúbb, vagy egyre inkább szembesül a szakma azzal, hogy ez a könnyítés, ez mennyi olyan járulékos rendeletnek, szabályozásnak az igényét veti fel, sőt itt járunk, hogy igen, de akkor minden lakásépítésre mondjuk kötelező legyen valami felelősségbiztosítás kötni, amit nem csak a tervezőre kivit. Tehát az állam mondjuk segítségként odaad 10 vagy 20 millió forintot az építkezőknek, hát nyilván azt akarja tudni, hogy jó helyen van, és biztonsággal arra fog hasznosulni, amire. Tehát például kötelező felelősségbiztosításról vitatkozgatunk, vagy az eljárást illetően hogy kell beadni, mint kell beadni. De hát ha már itt nálam a szó, annyit el akarok mondani, hogy a Területi Építészkamara Nyíregyházán egyébként épp a mai napon teherautóval hordja a cuccait, tehát a 15-20 éve megszokott Dózsa György utcai helyéről az Őz utca 21 alá, ahol Nyíregyháza város önkormányzatának segítségével méltányos bérleti díjjal és körülmények között újra erőt gyűjtünk és igyekszünk a tárgyévvel kapcsolatos hát számos új feladatnak megfelelni, úgyhogy remélem, hogy ezt a költözés időszakot túlélve új erővel jöhetek még a Kölcsei Televízióba beszámolni. Mert hogy feladatok mindig lesznek. Így igaz. Vég József, köszönöm, hogy befáradt hozzák a stúdióba. Én is köszönöm szépen.